Sátoraljóújhely abban a szerencsés helyzetben van, hogy a keresztény közösségek fiatal vezetőkkel az élükön aktív lelki élettel tölthetik meg a hétköznapokat. Ez a záró ima alkalmon hangzott el. A katolikus, a református, az evangélikus felekezethez tartozók közös imádsággal erősítették a Krisztus hívők közösségét. A Szent István király főplébánia templomban Kecskés Attila plébános köszöntötte a pacsorokban ülőket, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a történelmi egyházak templomai ma is fontos szerepet töltenek be egy település életében. Az isteni jóságnak, a jóságos Istennek a várai, az igazságnak a tornyai, a szentséges Istennek a legszentebb hajlékai. Ezzel jártuk az utunkat itt a városban. És hiszem azt, hogy az Isten, ahogy megáldja az őszinte imádságot, és a közös imádságot, úgy ezek a szent hajlékok, mint egy világító tornyok is az itt élők számára. Az ima alkalom keretében Gerlai Pál evangélikus lelkész hirdetett igét, aki kiemelte, hogy a viszonylag kis létszámú közösségük számára fontos, hogy egy nagy egység részesei lehettek. Ökumené az azt jelenti, hogy a mi közös házunk, a templom, a közösségnek, a keresztény közösségnek a háza, és ebben imádkozhatunk együtt, ebben lehetünk együtt, és így ezeken az alkalmakon mindig, ahogy megyünk templomról templomra, egy kicsit mindig közösnek érezhetjük ezeket a templomokat. A felvidéki evangélikus közösségekhez is járok, és ott tapasztaljuk meg azt, hogy vasárnapról vasárnapra mindig más lelkész tud elmenni mondjuk egy faluba, és ugyanazok elmennek a református, katolikus és a görögkatolikus és az evangélikus templomba is. És hát egy kicsit ezt tapasztaljuk meg itt is, hogy a közös ügyünk az Isten igéje és az Istenben való hit. Én kívánom azt a sátoraljóújhelyieknek, hogy visszataláljanak az Isten közelében minél többen, és hát valóban ne csak az ökumenikus ima héten legyenek tele a templomok, hanem évközben is. Valamennyi közösség erősödhetett a közös ima alkalmak során, amelynek idén is fontos üzenete volt, ezt már a református közösség lelkésze fogalmazta meg. Itt most közösen imádkozunk az egyetlen örökké való Atya Istenhez, és nagyon sokat kap ilyenkor a közösség, mert így meg tudjuk osztani a Jézus Krisztusban való együttes közös szeretetünket, és meg tudjuk mutatni, hogy sokkal több az, sokkal fontosabb az, ami összeköt minket, mint ami elválaszt. Főleg manapság, amikor az egyetemes értékrendnek bizonyos része is támadva vannak gonosz erők által, nagyon fontos, hogy erőt és egységet mutasson a kereszténység, főleg ezen a héten. Az imahét zárásaként a hívek nem csak saját közösségükért, hanem a világ békéjéért is imádkoztak.